Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amiben arra gondoltam, hogy megmutatom nektek az én mindennapi, nagyon-nagyon egyszerű sminkrutinomat, tekintve, hogy mostanában nem kifejezetten megyek sehova, így eszembe se jut itthonra igazán nagy vagy szép sminkeket csinálni, hogyha szeretnék feltenni egy kis sminket, és mégis kicsit jobban nézni ki, akkor ezt szoktam csinálni. Mostanában egyébként, hogyha videózunk, akkor is inkább a minimál stílusra törekszem, és nem is kifejezetten értem, hogy miért, de rendszeresen szoktátok kérni, hogy mutassam meg, hogy hogy csináljatok no make-up make-upot, és a mai videóban ezt fogjátok látni. Nézzétek el, hogy az arcom jelenleg tropa, teljesen. Igyekszem helyrehozni, viszont a rengeteg új krém próbálgatás a következő videóhoz az megterheli. Maradjunk annyiban. Még mielőtt elkezdeném a videót, szeretném nektek elmondani, hogyha nem láttátok a Brodapest 5. részét, akkor csekkoljátok le, leteszem a leírásba, illetve hogyha nem láttátok az előző videóimat, akkor azokat is pótoljátok be. Kiment egy arcápolással kapcsolatos videó, ezután pedig egy CBD olajjal kapcsolatos videó is. És kicsit elmeséltem nektek, hogy milyen jó hatásai is vannak az ipari kendernek, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor csekkoljátok le, ezeket is leteszem a leírásba. Jelenleg az arcomon semmi sincsen. Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek tényleg, hogy elejétől a végéig hogy is néz ki egy no make-up make-up nálam, úgyhogy az első lépés az utolsó videómból a Hemp Touch tápláló arckrém lesz, amiből egy fél kötőjel háromnegyed pumpányit kinyomok a kezembe, egy kicsit összedörzsölöm, felmelegítem, és elkezdem felkenni az arcomra. Természetesen normál esetben nem garbóban szoktam megcsinálni ezeket a lépéseket. Ilyenkor mind az arckrémet, mind a naptejet, ami most következik, egészen leszoktam vinni a nyakamra, dekoltázsomra, és a fülemet se hagyom ki. Következő lépés az Alissa Beauty és 50 faktoros arcra való naptej. Nem régen vettem meg, és ez lett az új kedvencem. Próbálgattam eddig drogériásokat, viszont ez tetszik a legjobban. Megint csak egy jelentősebb mennyiséget kinyomtam a kezembe, ugyanúgy összedörzsöltem egy kicsit, és egyenletesen felkenem az arcom egész területére. Általában sminkeléskor ezután a lépés után szoktam tartani egy 10 perc szünetet körülbelül, mert annyi idő alatt teljesen beszívódik a naptej az arcomba, viszont most nem szeretnék ennyi időt csak itt ülni és bámulni a kamerát, úgyhogy a következő lépésünk a primer lesz. Méghozzá, mivel a nagyon természetes hatásra megyünk, így az Instant Glow primert használom a karajától, egy pumpa, majd ezt is eloszlatom az egész arcomon. Jelenleg az arcom úgy néz ki, mint egy diszkogömb, viszont ez idővel be fog szívódni a bőrömbe, és egy nagyon szép, egészséges ragyogást fog adni az arcomnak, viszont ez természetesen azt eredményezi, hogy nem lesz matt a végeredmény, de ezt nem is szeretnénk egy természetes sminknél. De ha nektek sokkal zsírosabb a bőrötök, mint nekem, erről a 2-vel ezelőtti videómban beszéltem, hogy jelenleg inkább, sőt, bőven a száraz oldalon van az arcom, így most elbírja, és kifejezetten jól esik, hogyha ennyire hidratálva van. A következő lépésünk már lehet is az alapozás, amit nem kifejezetten mondanék alapozásnak, ugyanis korrektor fogunk használni. Mostanában, hogyha szeretnék nagyon természetes eredményt elérni, akkor korrektorral szoktam alapozni, és mindjárt meglátjátok, hogy hogy. De még mielőtt elkezdenénk, itt szeretnék nektek elmondani egy trükköt, amit nem is tudom már, hogy hol láttam, de kipróbáltam, és megmentette az életem. Ugyanis ez a nagyon cuki Jouer korrektor kifogyott. És láttam valahol, hogyha leszeded azt a kis műanyag kupakot, ami azért van, hogyha kihúzod, akkor lehúzza a felesleget róla, akkor ki tudod szedni a maradékot, és kihúztam belőle, leműtöttem, maradjunk inkább ennyiben, és egy csomó van még benne, és tudom használni,
ez volt a kedvencem, úgyhogy nagyon sajnáltam, hogy elfogyott, viszont most visszakaptam. Úgyhogy ha nektek is van olyan korrektorotok, ami kifogyott, és szeretnétek még kicsavarni belőle pár cseppet, akkor próbáljátok ki. És akkor mutatom is, hogy hogy szoktam alapozni. Fogom a korrektort, és először is oda teszek pöttyöket, ahol kifejezetten problémás a bőröm, majd még néhány helyre, de semmiképpen se sokat. Legtöbbször a Tati Beauty-s kis szivacsomat szoktam használni, és egész egyszerűen csak elkezdem eldolgozni, úgyhogy szinte alig látható maradjon. Majd ezt megismétlem az arcom egész területén, viszont szeretek kis részekbe haladni, mert elég gyorsan szárad a korrektor, és nem szeretném, hogy megszáradjon, mielőtt el tudnám dolgozni. És megmutatom, hogy természetesen, ha szeretnétek, akkor tudjátok ecsettel csinálni, vagy beauty blenderrel, vagy bármilyen smink szivacssal is akár. A lényeg az, hogy szinte láthatatlanra dolgozzátok el a korrektort. Már most látszik a különbség a két arcomon. Most gyorsan befejezem az arcom többi részét, és mondom a továbbiakat. Ahogy látjátok, a következő lépésben feltettem még egy réteg korrektort azokra a helyekre, ahol kifejezetten problémáim vannak, és egy picit világosabbat is használtam, majd elkezdem bedolgozni. Úgy, hogy a lehető legnagyobb fedést érjem el. Ha szeretnétek, akkor egy nagyon-nagyon pici korrektort, de tényleg keveset, tettek a szemetek alá, ha éppen egy kicsit sötétebb vagy pufibb a szemetek alja, de hogyha nektek nincsen ilyen árkotok, mint nekem, akkor igazából ez a lépés se feltétlen szükséges, és én sem mindig szoktam csinálni. És az arcom igazából 90%-ban kész is van, térhetünk át a szemre még púderezés előtt, ahol egy NYX korrektort fogok használni, ez a legvilágosabb árnyalat, ami létezik, és ebből fogok a szemhéjamra tenni, és az egész szemhéjamon eldolgozom. Ezután jöhet a púderezés, amit többféleképpen is meg tudtok csinálni. Választhattok egy kompakt préselt púdert, de választhattok poralagú fixáló púdert is. Most én egy kőpúdert fogok használni, és megmutatom, hogy csak egy nagyon picit fogom bepúderezni a szemem alatt lévő részt, az orrom két oldalán lévő részt, egy nagyon picit az orromat, az államat és a homlokom közepét. Igaz, hogy lefixáltam, de mégis megvan az az egészséges ragyogása. Következő lépésként, hogy ne legyen ennyire lapos az arcom, egy kis bronzosítót fogok használni. Belemártam az ecsetem minden oldalát, leütögetem a felesleget, és ezzel az egy mártással körbe megyek az arcomnak azon a részén, amit szeretnék egy kicsit bronzosítani. Ha szeretnétek, akkor most jöhet egy kis pirosító, de ez is egy teljesen kihagyható lépés. Általában ki szoktam hagyni, nem vagyok az a nagyon pirosítós lány, de most a videó kedvéért egy nagyon-nagyon picit, tényleg csak egy lehelletnyit a két orcára. Következő lépés a szemöldök lesz, amit ilyenkor poméddal szeretek legjobban csinálni, viszont porral is nagyon természetes szemöldököt lehet csinálni, de nem olyan tartós, mint hogyha valami krém vagy zselé állagúval csinálnátok. Ha szép a szemöldökötök,
nem olyan kis hiányos, mint az enyém, akkor egész egyszerűen egy színezett fixáló zselével átmehettek rajta, és az is teljesen elég tud lenni, nekem sajnos nem, de biztos vannak olyanok, akiknek igen. A nagyon hiányos részeket egy kicsit vastagabban pótoltam, de próbáltam mégis egy nagyon természetes hatást elérni, de ahhoz, hogy ez teljes legyen, át fogok menni rajta egy kis szemöldök, vagy szempilla, vagy akárminek hívjátok, kis fésűvel, kicsit felfele fésülve. Arra sem kell ilyenkor törekedni, hogy kifejezetten tökéletes legyen. Azt elfelejtettem mondani, hogy nagyon sokszor egy világosabb színnel szoktam lefixálni a szemhéjamat, hogy még jobban kiemelje a szememet. Úgyhogy most ezt is megtesszük. Nem baj, hogyha megy a belső sarokba is, még nyitottabb lesz tőle a szemetek. És a vége fele közeledve jöhet a szempilla spirál. És az utolsó lépés egy ilyen egyszerű sminkhez nem is lehetne más, mint egy kis szájfény. Tudom, nem teljesen no make-up make-up, de szerintem mégis azért elég minimálra sikerült. Remélem, hogy tetszett nektek, nagyon sokan kértétek már, úgyhogy végre megcsináltam. Mostanában így néznek ki a hétköznapjaim, és így nézek ki a hétköznapokon. Igaz, hogy nagyon egyszerű, viszont ebből is lehetne 50 millió félét csinálni, végtelen fajtát körülbelül, úgyhogy ha tetszett, és esetleg szeretnétek még egy részt, hogy miket lehet változtatni, vagy bőrtípustól függően, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, jelezzétek nekem a komment részlegbe, hogy szeretnétek, és természetesen iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és ne felejtsetek el követni Instán se, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!